paranoid, I couldn't trust my clientele. The Marlboro glows, I blow the smoke through my nose. You reap what you sow, and Lord, I know. I took Route 87 upstate New York. I'm feeling like a sin, so I must be in store. Got an angel on my right, the devil on my left. Conscious being on my brain. For every single death, I'm seeing ghosts, I'm being haunted like the telltale heart. I'm on the road alone. Headlights in the dark, I never ever ride it. Kept my mouth shut, bad calm all around. And I'm running out of luck. Next soldier wants my job. Better watch my back, or I'll be the one in the trunk getting whacked. Where the gangsters go when they die. And don't go to heaven where the angels die. Üdvözletem, szervusztok, sziasztok, én Maffia vagyok. Itt pedig a Maffia végigjátszásom második részét fogjátok látni. Nem tudom, hogy aki látta, hogy az első részt, az nagyjából tudjátok, hogy hol hagytuk abba. Igazából két küldetést csináltunk meg, az első két fő küldetést. És ugye úgy egyeztem itt meg magammal, hogy két küldetésenként fogom vinni a játékot. Nyilván nem kell bemutatnom nektek ezt a játékot, mert igazából szerintem mindenki ismeri. Nekem speciál a konkrétan az egész univerzumban a kedvenc videójátékom All In, aminek most fog ősszel kijönni a Definitive Edition-je, vagyis a felújított változata, amit már nagyon várok, és ennek örömére viszem most végig az eredetit. Two restaurants and a motel outside of town. Bill at the motel was late last time because he had a few problems. So today, he'll pay a little more. You may have heard about how criminals can prey on businesses using various threats. That certainly isn't the case with us. People who pay us receive services, which the police certainly can't provide them with. Last month, for example, Sam and Paulie here solved a serious problem with violence in a delightful restaurant. The owner is now satisfied that nothing of that sort will happen there again. You'll do the driving. Paulie and Sam will do the collecting. It'll be routine. Tell Ralph to give you a car, and you can go. Okay, boss. Well, you and I'll have a drink. What do you say, Frank? Na hát, rutin munka következik. Igazából ez a második fő nagy küldetésünk a játékban. We both got jobs to do, Tommy. We'll sort this out later, Tommy. Igazából ez a úgynevezett második legnagyobb fő küldi, amit ugye ránk bíz a főnök. Egy rutin meló lesz egyébként. Úgynevezett behajt, hát nem behajtani fogunk, hanem igazából a védelmi pénzt fogjuk beszedni. Lássuk oda valami fegyvert, Vincenzo. Hey Vincenzo, I need some kind of gun. Hey Tom, I think this will do the trick. Na, mit kapunk? Colt, egy Coltot kapunk, nem, egy Smith & Wesson-t. It should work. I wasn't planning on using it anyway. Thanks. Jó, persze, aztán meg szét kell lőni az egész bandát. Na szóval a rutin munka egyébként is, ugye a védelmi pénzt kell beszedni. Először két normál helyről, illetve végül egy motelből. Egyébként teljesen rutin melónak hangzik, és semmi komoly feladat nincs. Hey Ralphie. Me and the boys have got a job to do. És semmi komoly feladatunk nincs nekünk, csak vezetni kell. Out what you brought me last time. It has a good motor, Tom. It has almost 60 horsepower and goes a good 75 miles per hour. Ez igen, 60 lóerő, nem rossz. Four speeds and brake servo. Simply beautiful. Also, I had a look at how you could best steal one. I used to drive one when I was a cabbie, so I know how to get into one, Ralphie. Well, then I got another little number. It has about 40 horsepower and goes at almost 60 miles an hour. Egyben lóerő és 60 mérföld per órával tudunk vele száguldozni. Ez azt jelenti, hogy 100 km per óra a max sebesség, amit el tud érni. Na gyertek srácok, toljuk. Sam, nyomd el a cigidet. Gyertek.
Egy szép kis Forddal fogunk most menni. Egy négy ajtóssal. De szépen ki van dolgozva, Neutral nagyon szép munkát végzett. Ja, egyébként a játékot egy modpakkal viszem végig, ami tartalmaz egyébként textúra elemeket, amik ugye nyilván az épületeken, az aszfalton, reklámtáblákon, stb. Vannak, de egyébként konkrétan az egész játéknak az összes textúrája ki van cserélve, illetve ezen felül ugye az autóknak a modellei, és ezen felül még a víznek a textúrája is, ugye az óceán, illetve ugye ami keresztül folyik a városon, nyilván azoknak a textúrája is ki van cserélve. Okay. Természetesen egy sokkal realisztikusabbra. Ja, váltanom kéne, a manuálisba átraktam a váltót. Igen, ennek a játéknak egyébként nagy különlegessége, hogy ugye kapcsolható automata, illetve manuális váltó az autókban, illetve ezen felül nagyon, nagyon brutál módon támogatja a joystickokat, konzolokat, a konzol joystickokat akár, vagy a úgymond kormányt, pedálokat. Tehát tényleg lenyűgöző módon támogatja. Rádugsz egy G25-öt, G27-et, rögtön felismeri, be tudod rá konfigurálni. G27-tel toltam ezt a játékot, így belső nézetből, és abszolút királyérzés. Tényleg nagyon, nagyon tuti. Na de visszatérve a küldetésre. Most a középső szigetre megyünk, nem ütöm ez a csávót. Középső szigetre megyünk, és ott elvileg egy banknál fogunk megállni, ahol az első adag védelmi pénzt szedjük be. Három sebesség, és tényleg 100 km óra a vége, nincs több sebesség, basszus. Hoppá, ez meg... Nem. Menj már innen! Hát a faszomat, benyomtam, hogy beragadó billentyűk. Tudod, a túl sokszor megnyomod a izét, shiftet. Basszus, mert ezt nem akartam. Elmondta a figyelmemet ez a szar. Nagyon félre áll. Ja. Tudjuk már üresbe az autó. Baszd meg, fegyver van nálam! Ó, de fasz vagyok! Nem tettem el a fegyvert, mivel kiszálltam. Ó, most már fasz csinálják. Megpróbálom azért lelázni őket valahogy. Nem lesz egyszerű. Egy kör. A tömb körül, és... Ja, hogy arra nem te... Aha, király! De ugye elvileg, hogyha lőnek rád a rendőrök, akkor viszont Polymax-em az megvég téged. Gomolyan volt már például, ugye lőttek rám a rendőrök, köröztek, és Polymax-em simán lőttek ki fel az ablakon Thompsonokkal a rendőrökre. De ilyenkor még ez nem... Ilyenkor még ez nincs jelent, megpróbált valahogy elhúzni. Hát, ez nem sikerült. Poli, nem akartok valamit csinálni amúgy őszintén. Nem akarom itt, nem akarok itt lövöldezni itt a rendőrökkel, de mondjuk most már jár a motor, tehát megpróbálok amúgy elgurulni. Faszom automata váltóba. Geci! Nem akarok elkezdeni lövöldezni, mert leveszik a fél HP-mat. Na jó van, akkor ti akartátok, a fasz ki van veletek. Hol vagy? Állj meg egy helyre. Ne, Póli, szem, védjétek meg, hello! Lőjetek már! Basz meg! Na végre! Kösz, basz meg! Hát, nem hiszem el, nagyon húzzunk el. Szálljtok már be. Tükökerek el a rendőrautónak. Megpróbálok elhúzni, mert most már elég volt ebből. Ja, hogy okos az egyik gumi, most hallom igazából, hogy... Ez ott egy rendőr. Fassa! Próbálok szalomozni. Nem akad fent? Nem akad fent? Miért akad le fent? Hát ezt nem hiszem el komolyan. Egy kedvenc játékom, kívülről fújom az egész játékot. És kb. Majdnem meghaltam az előtt. Követ még ez a fasz?
Megyek körbe, megyünk itt a tömbkörül, úgyis erre kell jönni. De jó, azt nem így terveztem, esküszöm. Csak tűnne már el a izé. Jó, eltűnt, király. Lehet, hogy kocsit fogok cserélni, mert ez az autó már itt tropa. Vagyis legalábbis nem tropa, csak hát így nem tudok vele közlekedni normálisan. Majd kicsi rendőr. Hát még a pirosan, az is utána jön. Hát persze. Mindegy, ez már szarom lenne, mert ez gyalogos rendőr. És hogy lát? Milyen messze vagyok már el. Jó van. Most nem ugye eltűnik, mi vagy menni. De mennyi idő még eltűnik? Na, most már eltűnt. Lehet, hogy el kell lopni ezt az autót. Gyorsabb is egyébként. Lehet, nincsen kivordva a kereke. Ezzel itt megállunk. Csávó most szállt ki. Ezért még szabadok ellopni a kocsit. Na, de a darabod. Csücs be. Figyelj, itt sétál majd a csávó a járdán valahol. Nem vagy, mert eltűnt. Tudnak így jön, hova lett. Jól van, megállok, így van. Szállj ki, Póli. Póli, beszélöd. Valakire közel állni. Belássak az épületbe. Köszönöm, Pólián. Egyébként most vettem egy új mikrofont, és kurva szar. Rosszabb, mint a... Na, végre itt van. A nagy táskával, a 40 milliós táskával. Képzeljétek, vettem egy ilyen asztali mikrofont, ugye, amit le lehet tenni, ugye ilyen talpa van normálisan, úgy is néz ki, mint egy mikrofon. És ezelőtt nekem egy nagyon alap, ilyen tényleg ilyen full alap technika mikrofonom volt. Ez a márka egy technika, ez egyébként egy Tesco-s márka, tehát ilyen full gagyi szar. Azt hinnéd, holott kurva jól veszi a hangot. Tehát olyan hangminőséget tud venni, és ilyen 1500 forintos szar egyébként. És olyan hangminőséget tud venni, hogy beszarsz. Vettem egy kicsit, kétszer annyiért vettem egy normális ilyen talpas mikrofont, ez volt egy 3000 forint, jó tudom, ez is gagyi, ez is olcsó, ez is szar, de tényleg, és még rosszabb, mint az, ami volt eddig ez a technika mikrofon. De ez most csak a teszt kedvéért használom ezt, hogy ez milyen. Szóval itt is a rendőr, ugye mondjam, hogy egy F5-öt. Na és akkor a következő címünk, ahonnan be kell nem hajtani, hanem igazából felvenni a védelmi pénzt, az a Pompei Bar lesz. Hoboken város részben. Mi jól látjátok, hogy droppol egy kicsit az FPS, nem a gépem szar, hanem egyszerűen ez a játék nem erre van kitalálva, hogy ilyen módokat elbírjon. De elbírja, tehát konkrétan én ki... igen, itt most látszik igazán, hogy mennyi del... van most éppen az utcán. Ez nehéz neki szegénynek kiszámolni, mert ugye a 2002-es játékot konkrétan egy ilyen 2010-es vagy nem is 15-ös modpakkal csoda egyébként, hogy egyáltalán elviszi. Hát igen, tehát itt feláldozod az FPS-t igazából annak érdekében, hogy na hát srácok, az a nagy bűnös helyzet, hogy ugye mint az előbb kifagyott a játék, így most újra elkezdtem és ugyanott folytatom, ahol abba hagytam. Ah, kösz szépen. És ide jöttünk a második helyszínre, a Hoboken városrészbe. Ehhez a kocsmához vagyok is
tudom mihez. Ja, egyébként üröm az örömben, szokták mondani, hogy egyébként én készítettem az előbb egy 12 gigás felvételt, aminek a végén kifagyott a játék, de úgy fagyott ki a játék, hogy nem tudtam sehogy se bezárni, csak úgy, hogyha konkrétan kikapcsoltam a gépet, vagyis újraindítottam. Természetesen ugye megnyomtam a felvétel végi gombot, de nem mentette el a felvételt, úgyhogy annak a felvételnek annyi, pedig egy 40 perces felvétel volt, és egyébként már a autóversenyzős résznél jártam. Tehát na, ez van. Úgyhogy most újra kezdjük a rutin munka, hát nem is tudom, ez itt a közepe egyébként a rutin munkának, tehát ugye felvettük a két védelmi pénzt, egyet a banktól, egyet itt a kocsmából, és most megyünk ki a motelhez, vidékre, és onnan is megpróbáljuk begyűjteni a védelmi pénzt. Az a helyzet, srácok, hogy eddig kétszer kifagyott úgy a játék, hogy nem tudtam konkrétan kilépni se belőle normálisan, és ugye emiatt ugye a felvételnek is annyi volt, tehát mint mondtam az előbb, egy 12 gigás felvételnek búcsút mondhatok, és már ott jártam tényleg, hogy az autóversenyzős küldetés már körülbelül a közepén jártam, mert pont a versenynap volt már az a küldetés. De mindegy, mivel hogy ez nem lett elmentve, így hát akkor na, újra kezdjük az elejétől. Mindegy, én élvezem ezt a játékot, tehát igazából én bármelyik küldetést akármennyiszer végig tudnék vinni, de megpróbáljuk gyorsan lezavarni, ez a lényeg. Tehát most itt a fő küldetés az, hogy az utolsó helyszínen beszedjük a védelmi pénzt, és utána ugye nyilván haza menjünk. Vissza Szaliri párjába, leadjuk a Zsozsót. Most egyébként kicsit hangosabb is beszélek, mert most nappal van, éjszaka nem szoktam úgy ordítozni, azért is halkok egy kicsit, lehet a felvédelek, vagy az én hangom azért hal. Most viszont megpróbálok tényleg lehetőleg jobban. És meg is érkeztünk a motelhez, itt egyébként megmutatok nektek pár különböző, itt nyomok is egy szünetet a felvételben. Úgyhogy itt megmutatok most nektek pár érdekes. Here, Tom. We'll be back in a bit. Érdekes okay. Easter egget. Let's go. Egyébként ezt a küldetést többféleképpen is végig lehet vinni. A legegyszerűbb módja egyébként majd elmagyarázom, hogy hogy tudod leggyorsabban és legegyszerűbb módon egyébként végigvinni. De mi klasszikus módban fogjuk csinálni, úgyhogy végig fogjuk perekedni magunkat az összes gangsteren, akik bent vannak. Persze majd elmagyarázom, meg megmutatom, hogy hogy lehet. Most már kicsit gyakrabban fogok majd menteni felvételt. Tehát nem így egybe veszek fel 40 percet, mert ha közben kifagy a játék, akkor baszhatom. Shit! Bastards! Tommy! I took one! It hurts. Jesus Christ, Pauly! Tell Salieri from here on out this place is ours. Capiche? Don't come back here, you'll end up in worse shape than your friends. Get Sam! They want to beat some information out of him. Get him out of there! But I gotta get you to a doctor. That'll wait. First, get Sam. Screw regular routine. Na hát itt a legegyszerűbb módja egyébként kinyírni ezt a faszt, aki ugye ellopta a pénzünket és belelőtt póliba is megverik képen szemet, az, hogy itt az ablakon keresztül le lehet lőni. Nem tudom, hogy pontosan melyiken, de ennek majd nézzetek utána. Itt az a lényeg, hogyha itt belelősz az ablakba, ott áll a csáva ebbe a szobába, és itt ugye mivel üveg van, nincs stabil fix textúra, tehát nem a falba lősz, hanem tényleg az üvegen keresztül lősz, ki lehet nyírni a csávot. A másik könnyű módszer, hogy amikor próbál majd menekülni a végén a csávó, akkor ezzel az autóval fog menekülni, ezzel a gyönyörű 16 hengeres lassiterrel és kedilekkel.
kilövöd mind a négy kerekét, és akkor egy kicsit lassabban fog tudni elmenekülni. Itt egy kutyú, sőt kikerüljük. Itt felmászunk végig, és akkor itt kell hátul bemenni. Itt jobbra lesz a WC, ahol ülni kell egy tag. Ettől elveszünk a foltját. A lépcsőn fognak egyébként majd feljönni. Többen is, azt hiszem ketten vagy hárman. Ugye megvárom őket. Igen, most itt hirtelen ketten is megjelentek. Itt lesz egy tonzon, ezt elvesszük. Itt van élet egyébként ebben a szobában, itt hátul. Azt is felvesszük. Elvileg még itt lennie kéne egy tagnak. Ja nem, mind a három megvan, jó? Holtot felvesszük. Ezt el is dobjuk, ez nem kell. Pedig van egy magnum, az viszont nagyon fasz a fegyver, azt elvesszük. Jó, az megvan. Hát van még egy tag. Van egy Thompson-os a barcode-ban, őt a legegyszerűbb módon úgy lehet egyébként megölni, hogyha belelősz a lámpába, a lámpa szétroppan, és a pia meg kigyúlad, és a csávó is kigyúlad. Vagy... hát pedig ott neki ki kéne gyúladnia. Csak szerintem már hátrébb vált egy kicsit. Megvan. Onnan ki fog jönni egy gyürge. Ha, táraz már. Siker. Thompsonját felvesszük azért, hogy... legyen fullos. Ah! Volt benne négy golyó. Hát ez megérte. Itt van egy kis easter egg a WC-ben, hogyha bejössz ide. Itt Thomas ki tudja engedni a lőcsöt. Ez egy ilyen kis easter egg egyébként a játékban. Azt hiszem, itt már mindent bemutattam ebben a részben, talán ennyi volt egyébként. Úgyhogy megyünk szemifiúért, akik most éppen agyonvertek. Jó, a szemifiú, minden oké? Okay? Get up, Sam. It's over. He really went to work on you, buddy. Let's go. It's nothing. You'll be alright. Doctor will put you back together again. You're tough as nails. Rip. Oh, shit! Ezt a magnumot felvettem volna azonnal. Dick, jó sokat bír a csávó. És ez a kis fasz majd onnan fog kijönni mindjárt. That's it. I'll get you back in the car. Everything will be okay. Don't move, scumbag, or I'll fill you with holes. Come on, just try it. You won't get past me. Sure thing, buddy. Just stay cool, everything's okay. Just go, no problem. Just try it. No. God. Go. Get him. That's regular routine. Kész! I've never seen this line before. És meg is vagyunk. Ennyi a történet. Hát itt igazából a beszélgetős rész az nyomozóval lesz, tovább nyomom egyébként, ez annyira nem érdekes. Viszont a következő küldetés mind annál érdekesebb lesz, az a Fair Play Mission, ami egyébként talán a legutálatosabb küldetés a Mafia játékokban, vagyis hát ebben a játékban. Speciál lesz, nagyon utálja mindenki. Szerintem amúgy nem nehéz küldetés. I don't know anyone else who could do it better than you. You're a good driver.
and you have experience. Well, to make it simple, tomorrow all the best motors are going to race at the city track. And I bet on one kid who's been a favorite up until now. I helped him along in his career a little. I like fast cars, and I said to myself that I could make back a little on that investment. You understand? And then Ralphie starts saying that some European has come over, and his car is certain to win. Ralphie knows cars. He's real good with them. But otherwise, he's a complete moron. What, he couldn't have told me before I bet on the kid? But still, what the hell is a guy, God knows from where, doing here? These are American races. Me and the consigliere here were thinking about what to do, because a lot of our boys have bet the same as me, and they certainly wouldn't be happy if they lost their dough. And how would that make me look? Like an old idiot. Tommy, I can't let that happen. We thought, with our consigliere, about what to do with it. If something happens to him, that's no way. It won't be fair play. I won't enjoy my winning at all. Ralph told me that he knows a guy who guards the racetrack garage. Tonight, you're gonna go there and take this European's car to a mechanic who knows his way around these machines. He'll take a look at theirs and maybe improve ours. As soon as he's finished working on it, you'll take it back. It's important that the car is back in its place before anybody catches on. And don't even think about crashing it or getting caught by the cops. Nem hagyja szóhoz jutni. Are we clear? Yes, boss. If you pull it off, you'll of course get a share of the winnings. Now go. Ralph will tell you where and how. Na szóval, az a lényeg igazából itt, ebben a küldiben, hogy... Tigris bukfencet nyomott Tomi az előbb. Vincenzóhoz most nem kell mennünk fegyverél, mert ez nem egy olyan küldetés lesz. Ráftól kérünk egy kocsit. Mondom, kérünk. Hey Ralphie, you got some news about this job? Sure, Tommy. You need to go to the city racetrack and borrow that motor there. My friend Bobby works there. Go around back there and along the way is the gatehouse. Tell Bobby that Ralph sent you and Bobby will take you to the car. It's already been agreed with him. Then? You just have to take it to the auto service of my friend Luca Bertoni. It's in Newark under the Giuliani Bridge. He'll take a look at it and tune it a little, and then you just take it back. It should be easy enough. But you gotta get it done before 1:15 a.m. when the guard changes, so that nobody knows that somebody drove the motor in the night. There can't even be a scratch on it, and try to avoid the cops. They mustn't catch you. And how'll I get there? Azzal a szép pirossal. Szóval az alapsztori az ugye, hogy most holnap lesz a városban egy autóverseny, kerül megrendezésre, és a mi sofőrünkre fogadott mindenki. Viszont, mint utóbb kiderült, Európából jön valami nagy Jani gyerek, akinek brutál gyors a kocsia, és eddig Európában mindenkit megvert. És most Sully éri attól parázik, hogy mi is ki fogunk kapni. A little, and you get inside where you gotta join these two wires. Yeah, it shouldn't be a problem. Thanks, Ralphie. Now don't you go sparing the gas, Tom. Hehehe, jó, menj már innen. Szóval a lényeg az, hogy most azt találtak a Szeléri, hogy el kell lopni ennek az európai fasznak a kocsiját, elvinni szerelőhöz, és ahol majd meg fogják egy kicsit bütykölni, hogy másnap neki ne menjen annyira jól, és hogy a mi sofőrünk nyerjen, mivel hogy mindenki arra fogadott, és nyilván Szeléri nem akarja elbukni a fogadást egyértelműen, mivel hogyha elbukja, akkor elég nagy lebőgés lenne számára, vesztene az imidzséből szegénynek, és kiröhögnék, úgyhogy ezt nem hagyhatjuk, úgyhogy
nem hiába a küldetés címe a Fair Play, azaz a szabályos játék, hogy így fogalmazzak. Máshogy nem tudom literálisan tükörfordítani egyébként, hogy mi az a Fair Play, hát az a, ja, a szabályos játék igazából. Hirtelen most nem jut eszembe, van erre egy szó egyébként. De most hirtelen tényleg nem jut eszembe. Most ki kell mennünk a versenypályára, és akkor ott ellopni a... Hát nem ellopni igazából, mert csak el kell hozni onnan az autót, mert ott van egy ismerősünk. Vagyis nem a miénk, hanem ugye a Ralphinak. Van ott egy ismerőse, aki segít nekünk bejutni a garázsba, és akkor el tudjuk hozni a kocsit. Addig a csávó mindjárt megég. Áll a kuka, vagy ez egy hordó tetején, azt ég a hordó. Igen, néha az NPC-ket nem sikerül pont arra bizonyos helyre leszpannolni a játéknak. Vannak ilyen kis furcsaságok. Várjál, telefon. Na, folytatom is. Ugye odaérünk egyébként a versenypályához, és akkor itt lesz az a fasz abban a kis bódéba. Racsing circuit. Csáköcsök. Evening. You must be Ralph's friend. Ó, még izé, okay, van we'll kis kályhája, van neki, azt nézd meg. Megbaszom az ablakorat, te köcsög. Mit olvasol? Playboy? Hustler magazin. Vagy kiskegyed. Rázárom az ajtót. Ja, befelé is nyílik. Ah, csöves, meg fogsz fázni. Gyere, menjünk. Kibasztam az ablakát, meg fog fázni a kis köcsög. Jó van, megyünk. Texaco. Amúgy tökre tetszenek nekem ezek a... Vagy figyelj, beparkolunk. Tessék. Ne már! Ne bassza! De bassz meg, fellakadtam, ez hogy... Hallod, ember, fellakadtam, nézd meg. Na, lemászik. Itt vagyok, tesó. Megyünk? És most mi van? Te is beakadtál? Olyan fasz van. Arra mennyi? Arra... De ne erre, gyere már! Arra van a garázs, arra... Hát az nem üzemel. Várj, most letok már ezt, figyelj. Oh, bassza meg, de jó. Király. Sikerült. Majdnem bassz meg, beakadtam itt. Bebugoltattam az autót. Na, itt jó lesz. Itt mindig szórakoztam, hogy arra a rámpára megpróbáltam felállni a kocsival, és mindig az volt, hogy beestem oda közé, és beakadt az autó, és nem tudtam tovább, és gyalogolnom kellett egészen ki az utcáig. Hát nem tudom, 3 kilométert itt gyalogolnom kellett. Yeah, buddy, be real. Lopjak magamnak egy kocsit és haza tudjak jutni. A scratch on it. And avoid the cops like the devil, because this car will be real obvious. That's right. In about half an hour, the second guard will come. So you gotta be back by then, buddy. And be real careful. That car goes fast. Maybe it's the fastest car in the world. Who knows? Sure, Bobby. No problem. I'll take care of it in a half hour. Na, csücs be és mehetünk. Mondjuk ahhoz képest, hogy olasz autó egyébként, hogy Bugatti lenne papíron, és jobbkormányos, érdekes egyébként. Szerintem nagyon szeretem a hangját.
hogy ordítva az meg. Amúgy tökre tetszenek ezek utánfutók, ezek a kis kéttengelyes utánfutók, amikben egyébként a versenyautókat, illetve azoknak a alkatrészeit viszik. Kár, hogy amúgy... Ja, hát ugye annyira realisztikus játék, hogy a kablival felborulsz, akkor meghalsz nyilván, tehát nem vicces. Csávó nagyon nagy figyelvára, segítünk neki egy kicsit leesni. De, nem? Hello? Mi van, csövesek? Eltudjátok, genyó Bugattim van! Várjál már, ezt erre most már kíváncsi vagyok. A csövesek itt melegednek, de figyelj, ez a csávó nagyon nagy itt áll a tetején. Hello? Dick! Hát mi? Az arccal bele a tűzbe, ez az. Most már azért is megverom, most akkor. Kíváncsi vagyok, hogy ezt most ezt így hogy... Hogy tud megállni amúgy? Ott nincs is textúra. Na végre! Lekerült ez az aszfalt. Csak ezt akartam elérni. Addig mindjárt elütik, figyelj. Nem ütötték el. Oh. De jó, menjünk, mert időre kell menni. Vigyázz, te sok. Úgy nem tudom, miért mondják ennyire, hogy izé... Kis lassabban. Jaj! Nem tudják, miért, nem tudom, miért mondják ennyire, hogy a... Vigyázzak a zsarokkal, és egy darab... Darab zsor nincs egyébként. Itt ennél a résznél, ebbe a küldetésbe. Szóval nem is értem, hogy miért mondják, hogy vigyázzak a zsarokkal, meg izé... Feltűnő autó, meg jó, van oké, de nincs is egy darab rendőr, szóval... Igazából itt arra kell figyelni, hogy a saját hibádból ne törd össze az autót. Geci, még jó nagy a forgalom itt. De mi a faszért fékez be? Láttad, hogy befékezett előtte? Öcsém! Hát a kurva anyád. Don't even scratch it. Aha, oké. Okay. Hát már hosszú is történt az elején. Nem majd egy Luca Bertona, majd meg kell kezdeni. Annó, amikor először játszottam ezt a játékot, még egy 4-3-as segges monitoron. Tudjátok, a jó régi fajta CRT monitor. Ugye olyan sötét volt maga a játék ilyenkor, főleg éjszaka, hogy itt nem láttam, hogy itt állnak a híron több autóval, mert hülye le akar ugrani. Azt állnak ott egy csomóan, azt belementem, most összetörtem a kocsit. A versenyautót összetörtem. Most már persze azért ezeken a monitorokon, meg ezeken a grafikus modokkal, meg ilyen... Az igen, ez lett fejes, az gyönyörű volt. Itt már azért látszanak dolgok. Na, ide jöttünk. Hello. Hey there! You're from Mr. Salieri, right? I'm Lucas Bertoni. Hi, I'm Tom. They say you can take the bite out of this monster. I reckon so. Well, you'd better get moving. We only have 27 minutes left. Hmm. That ain't much time. We'll see what could be done. You can hang out a while.
Hey, how's it going in there? Just finished. You can go. But you're gonna have to hurry. It ain't gonna run as well as when you first brought it in. Ja, igen, azt mondja, hogy nem fog... Mr. Salieri appreciates your work. Jó, nem fog annyira menni. Azt közben meg kurvára jobban is megy. Viszont legalább meghekkeztette, úgyhogy... Úgyhogy eltűnt ez a kis damage. Pirosan. Úgyhogy most már vigyázunk rá. Vagy mint a golyó. So you pulled it off, buddy. The car isn't even scratched. Thanks, Bobby. It really was the fastest car in the world. Sure is. We're lucky you managed it. I bet on the Don's car, too. It seems everybody did. I bet on it. So did almost everybody in my neighborhood. I figure the driver's pretty important, too. Sure. Well, I won't keep you. Good night. Take care, Bobby. Thanks for the help. Kösz szépen, Bobby. Na, tűzünk haza. Sikerült a küldi, elvittük Luca Bartoléhez, meghekkelte a járgányt. Úgyhogy holnap már nem úgy fog menni az európai fiúnak, mint ahogy kell. Ezt a hordót egy kicsit odébb baszom innen, hogy ne legyen olyan feltűnő. Hát, végül is jó van az ott. Nem feltűnő egyébként, hogy össze-vissza vannak baszkurálva a hordók, meg féknyomok végig vannak a garázsok előtt. Véletlenül sem volt már egy bugi itt éjszaka. Na hát menjünk akkor haza, vagyis nem haza, hanem Salieri bárja az lerakni az autót. Aztán a Luca. Amelyek erre rövid ütek. Most azért csinálom ilyen kicsit ilyen izé módon, úgymond
kapkodós módon, mert ugye egyszer én ezt megcsináltam, csak ugye a 12 gigás, 40 perces felvételem oda lett, aminek nem különösképpen örültem. Úgyhogy próbálom gyorsan lezavarni, és ugye ott folytatni, ahol ugye eredetileg befejeztük. Majd mondani fogom, hogy hol fagyott ki a játék a következő küldetés elején igazából, de hát a versenynap ugye igazából ott. Nagyon gondolkodok egyébként azon, hogy le fogom róla venni ezt a modot, mert Real Car Facing mod így vagy oda, tényleg gyönyörű tőle a játék, de nem tudod megmondani, hogy mikor fog túlcsordulni a memória, és mikor fogja azt mondani az LS3D engine, hogy köszönöm, elég volt. Mert ugye ezt a játékot 2002-ben arra tervezték, hogy maximum 1 GB videó memóriát tud felhasználni, illetve azon felül az 1 magra jutó processzor órajel számít neki igazán, tehát ezt a játékot hiába van egy 6-12 processzorod, mint nekem, meg egy, mit tudom én, most éppen egy 3 gigás kártya van benne, de lehetne 8 gigás kártya, és nem fog jobban menni a játék. Akkor menne legjobban a játék, ha egy nagyon-nagyon erős 1 gigabájtos videókártya lenne benne, illetve egy 1 vagy 2 magos processzor, ami legalább 4 vagy 5 GHz-en fut, akkor gyönyörűen futna egyébként még a modokkal is a játék. De mivel nekem 6-12 szálam van, így ez egy kicsit más lesz. Jó, beparkolok én ide, azt jó van ez itt. Jó, és akkor a luka, és aztán jöhet a versenynap. És el is érkezett a versenynap. Hey Luigi! Hey Luigi! Hey Mario! They're all at the track. You're late. I needed to get a little sleep after last night's job. Sure. Hello? Yes? Sorry, just got in. Sure. That's for you, Tom. Hello? Frank here. Tom? You did well yesterday, but now we need your help again. Come over to the racing track right away. That guy who was supposed to win the race got his arm broken by some thug. Probably no coincidence. Anyway, you're gonna have to race. But, Frank, Tom, it's a half an hour before the race. I don't have time to teach someone else how to drive. Christ, Tom, this concerns a big bag of money. I hope you understand that. Yeah, okay. Frank. So I expect to see you here at the track in a few minutes. Kösz. Jó van, Frankie, megyünk. Nyugi. Minden okay. You don't look too excited. That's because I ain't. Nem tűnsz valami izgatottnak, hát azért, mert nem is vagyok az. Futi futi. Az a nagybüdös helyzet, képzeljétek el, hogy a mi sofőrünket, akire a félváros rátette a voksát, illetve a pénzét, egészen véletlenül tegnap este valaki eltörte a karját, úgyhogy nem tud vezetni. Hát de itt van a röpke alkalom, pöröghetsz a... Igen, nem azon, de az a lényeg, hogy neked kell vezetni. És van fél órád odaérni a versenypályára, és nem, van 5 percet odaérni a versenypályára, fél órónkban kezdődik a verseny, és hopp! Instant versenyautósofőr lettél. Tovább képeztek. Taxisofőrből versenyautósofőr. Ez olyan, mintha konkrétan fognának engem, és beültetnének egyébként egy Forma 1-es autóba, vagy legalább egy Forma 3000-esbe. De ha beültetnék egy DTM-be, ott is összeszarnám magam, de hát nem. Nem ez a lényeg. Hanem, hogy izgi lesz. És amúgy nagyon sokan utalják ezt a küldit, mert hogy hú, milyen nehéz, meg mit tudom én. Ahhoz képest 2002-ben ennek a játéknak olyan durva grafikája volt, meg tényleg olyan életű volt egyébként a grafikája, hogy tényleg leesett tőle az állat. És nem a grafikája, nem csak a grafikája, hanem baszki, a fizikája. Ennek a játéknak olyan fizikája, hogy beszarsz az autóknak, de úgy fordulnak, úgy kanyarodnak, úgy csúsznak, mint tényleg igazi. Tehát súlyuk van az autóknak, érzed rajtuk, hogy nem egy 300 kilós kis papírmasé Suzuki-val kurigázza, hanem egy másfél tonnás vagy két tonnás dögökkel. Érzed a sebességet, hát mondjuk azt nem, mert a 30-es évben vagyunk, de azért érzed, hogyha mit tudom én már 100 fölött mész. Ha megyünk erre, rövidítünk. És egyébként a játék nekem itt fagyott ki,
majd meg is mondom, hogy hol. A következő utca végén, ahogy már a versenypályának az ilyen kis bevezető útjára értünk. Na ott fagyott ki nekem, de itt is rengeteg modell van, tehát itt is igazából szorítok, hogy sikerüljön neki. Vagy most ne fagyjon ki, hát remélem nem fog. Na igen, valahol itt fagyott ki. És én arra tippelek, hogy azért, mert a versenypályán rengeteg modell, illetve textúra lesz. Ott vannak a versenyautókat felkészítő csapatoknak az autó és a többi, és ugye azokat neki most hirtelen be kellett töltenie, és hát, hogy ez nem tetszik neki. Na, viszont mindjárt ott vagyunk, hogy Frank örülhet. Más kérdés, hogy meg is tudjuk elsőre nyerni a versenyt, erre mondjuk én is kíváncsi vagyok. Elsőre nekem sem sikerült. Hát biztos, hogy egy kétszer újra kezdtem a versenyt. De utána a házra végigvittem a játékot, mindig sikerült. Nem olyan nehéz, ezt csak rá kell érezni. Hello! Hey, Tommy, I knew we could count on you. You really want me to do this? Okay. I've never raced before. Okay, I know it won't be easy, but we don't have a choice. If you can do it, we won't lose out. Do I look like I can do this? I don't even know the rules. Look, it's a cakewalk. You go 5 laps and you need to come in first for us to win. If you come in second, the dough's lost. But since we tuned that clown's car a little, everything should go smoothly. Also, at those speeds, it's quite normal for someone to bang into you. So watch out for those other bastards. Good luck, Tom. I know you can do it. Well, I don't believe it. Tom, half the neighborhood and all our boys bet on the Don's boy. Do you know what it would mean if you lost? The Don would lose. You would lose all the respect which we busted our asses to build up. People give us their trust as well as their dough. Do you understand what's at stake? Yeah, I got it, Frank. I understand. Take it easy, son. Show them what you're made of. Hát köszi, megpróbálunk. Megtenni a legjobbat. Na go! Legyen neked is szerencsés. Hát neked éppen nem. Ha? Annyi nem. Keményen összeakadnak azért az emberek. Hát nem tudok nézni. Te is a 32-es vagy? Én is a 32-es. Haha, hello. Nem fogjuk össze. Emlékszem ezekre a kis pirosokra, ezek nagyon gyorsak. Megpróbáljuk belső nézetből. Hú, de fasza. Hú, kormánnyal milyen jó lehet. Ja, hát tudom is, mert gépszakéttel. Próbáltam már. Hűha, hűha. Mindig csak piciket egyébként. És tényleg, ha jön a kanyar, elengeded a gázt és nyomod a péket. És csak piciket kanyarodsz, hogy ne csúszson ki a hátulja. Kölöm most. Most egy picit kicsúszott. Na itt jön egy érdekes rész. Én ezt úgy szoktam, hogy elengedem a gázt és hagyom, hogy átguruljon. Úgy is utána nyomom tovább a gázt. Ezt én így szoktam csinálni. Itt fékezek, közben kanyarodok, piciket nyomkodva a féket. Nem benyomom, hogy megfogja teljesen és satú legyen, hanem piciket nyomkodva. Átleheteztem, hogy egy kört mész, vagy kettőt is amúgy ráérzel az egészre. Nem értem, miért mondják ezt, hogy ilyen nehéz ez. Jó, hát mondjuk aki Need for Speed-en nőtt fel, ezt tudja. De tudjuk valami kis csillapítás, ucsém. Jaj! Jaj! Hát igen, vannak ilyenek. Nem kell tökig nyomni, tényleg.
Tényleg inkább az, hogy elengeded a gázt, fékezel, kanyarodsz, elengeded a gázt, pici gáz, jó, ilyenkor egyenesekbe hagyd menjen. Rá lehet erre érezni amúgy. Jó, és akkor itt a sikámban pedig én úgy szüktem, tehát hogy elengedem a gázt és hagyom, hogy átbúruljon. És itt ilyenkor utána is csak kormányzok egy picit, aztán egy pici gáz, de már jön is a következő kanyar, fék, balra kanyarod, nyomkodom a féket, egyszerre vele egy időben nyomkodom a balra kanyar, csak piciket. Nem tudom arra mi van amúgy. Jaj, amúgy sem mentem el még. Hát, hogy van ott valami rövidítő. Best lap, 1.32. Aha, hát tudod, itt már nyomsz egy kicsit nagyobb gázt, akkor tolja ki a hátulját amúgy. Amúgy harmadik körnél járunk. Aha, szóval erre lehet menni. A kérdés az, hogy amúgy lehet-e itt rövidíteni. Sose próbáltam egyébként. Szerintem az köcsökség lenne, hogy nem is engedik meg a múlva. Mondjuk van annyi előnyöm, a következő körbe lehet megnézni, hogy lehet-e arra menni. Haribo. Checkpoint 050. Jó, elengedem a gázt. Hagyom, hogy átbúruljon és jó. Fék. Balra kanyar, fék, balra kanyar, kicsi gáz, mehet rá. Megy ezt gyerekek, mint a kádba szarás. Marha egyszerű egyébként. Na most megnézzük, hogy lehet-e ott rövidíteni. Van annyi előnyöm, úgyhogy mi lehet. Ne. Vajak lehet. Wrong way. De most akkor mi lesz? Miért érik, hogy wrong way? Most meg nem érik, hogy wrong way. Most akkor mi van? Ne, baszd meg! Ó, baszd meg! Nem lehet, vágod? Nem lehet? Ó, faszomat! Persze, hogy nem lehet! Á, geci! Hát ez faszom, most 10. vagyok. Hát ez bugó akkor. Ez lett volna az utolsó kör. Ja, hát persze nem lehet. Mire kezdeni, hát? Faszom. A Istenem! Ugye ideges leszek. Na! Faszom se gondolta volna. Azt hittem, hogy amúgy ott lehet rövidíteni, de tényleg sok folyamban próbálom ki. Csá-csá. Igen.
igen, mert ott nem számolja a checkpointokat, és akkor ugye úgy érzékel, mint hogyha még nem mented le volna le azt a teljes kör. Basza. Akkor arra nem megyünk. Az igen, most nézem, baszki. 90%-os kihasználtságon van a videókártya, wow. Az nem semmi. Messze neked. De a versenypályán? De hogy? Az utcát meg, ahogy néztem, ilyen átlag ilyen 40-50%-on használja a videókártyát. Itt a verseny, meg 96-97, itt mi a fasz? Hát, 82 fokon megy a drága referencia hűtésű GTX 780 Ti. Ez a mai napig nagyon jó erős kártya, csak hát igen, nem egy mai darab, meg ugye fogyaszt 250 wattot. Egyébként egy ilyen 1063 gigának felel, meg egy jó erős fajta 1063 gigának. Rum. Szerencsétlen meg Pali meg beállt a box utcába a kék szarral, amit tönkre basztunk az éjszaka folyamán. Azaz. Tokyo Drift. Vettük a figurát. Nézzük! Hopp! Simán, sikanon. Elengedem a gázt és átrepülünk rajta. Fék, balra. Jó, mehet. Nem kapjuk el a sziklákat. Hogy a faszba van ennyi? Milyen magasan a videókártya kihasználtság? 97%. Hogy lehet? Ott van meg egyébként szeléjék. Na, ezért nem tudok most jobbra nézni, baszik. De tudok így. Fék. Na, ez az. Nagyon jó. Nagyon kíváncsi leszek a Definitive Editionben, hogy fogják megcsinálni a versenyt. Még tudjátok, mi lenne az, hogy kíváncsi, hogy az autóknak a fizikáját hogy fogják megcsinálni. Igazából én annak örülnék a legjobban, hogyha csinálnának egy játékot, tényleg a, mit tudom én, a Mafia Definitive Edition, de tényleg olyan brutál jó grafikával készülne. Viszont a Mafia 2-nek a fizikai motorjával. A Mafia 2-ben még az volt az a játék, amiben nagyon brutál jól eltalálták amúgy a fizikai motort, főleg az autóknak. Annyira fantasztikus tényleg. Meg az első rész, ez a kettő. Hát a három az nem sikerült valami jó. Tehát a három azt mondom, hogy ilyen 10-ből 6 a fizikai motor. A Mafia 2-ben ilyen 10-ből 10. Az első részben meg ilyen, hát ja, 10-ből 9, 10-ből 10, az is megvan amúgy. De ja, a három az ilyen 10-ből 6. Tehát én azzal egyáltalán voltam elégedett azzal a fizikai motorral, amit az autóknak csináltak. Már itt vannak szelérek, ugye. Nem tudom, hogy ott vannak egyébként, csak nem is ők azok. Mi a fasz? Na mindegy. Nem tudom, hogy hol vannak, pedig valahol itt vannak a nézőtére, hogy ők is eszelik a eseményeket. Negyedik kör, mindjárt meg vagyunk amúgy. Faszom, az előbb nem kellett volna elbaszni. De hogy ki a fasz gondolta volna, érted? Azt hittem, hogy ez csak egy könnyítés a játék, hogy le lehet ott vágni. Hát nem.
azért a processzor 11%-ba használja, a videókártyát a 95%-ba, az azért finom. Meg 3 giga RAM-ot teszik, de hát az lóg az nyilván. Háj, mik vannak? Jaj! Megfordulunk. Semmi gond. Megyünk tovább. Kétszáz genyó! Elértük a 2 kilót. Nem semmi sebességre voltak képesek azért a 30-as években ezek az autók. Ahhoz képest, hogy alá tudod, hogy az utcai autók így nyögvenyelősen elérték az ilyen 80-100 km per órás sebességet. Ezek meg 200-as tempó simán. Ilyetek a verseny, mindenki boldog! I knew you wouldn't let us down, Tommy. You're really one of us now. A lot of people made a lot of money on that race, Tommy. And you get all the credit. So you won't come out short. You should stop by and see Lucas Bertoni. He also bet and won a pile of money. So he wants to repay you, too, somehow. Okay, I will. Congratulations, you big Thanks. Hero. You big hero. Hát meg vagyunk. Eljártuk a versenyt. Ja igen, itt még vassz egy ilyen utó küldi, hogy nézzük meg, hogy Luca Bertonét, és akkor majd ő ad nekünk egy kis izét. Megvetelés. Drive to Lucas Bertone. Menjünk ezzel az autóval, a pirossal, ez a leggyorsabb most, ami a garázsban van. Viszont mentek egyet. Csak hogy nehogy ehhez a felvétel is a menjen a levesbe véletlenül, ha most úgy dönt a játék, hogy kifagyjon. És látod, most amikor itt vagyok a városban, azok ilyen 40%-os kihasználtságon van. 44-50, ilyenek. Ilyen átlag 50%-os kihasználtságon van a Végia. Azt a verseny közvegén 90 fölök volt, az hogy.
Amúgy ez is megmegy ilyen 120-as tempót, ez az autó is. Elég gyors ez is amúgy. Na, át el a híron, aztán... Ah! Jól bevettem azt a kanyar. Törö-törö-tö-tö-tö! Irányuk a behetőnek. És most kapjuk meg azt szerintem azt a sárga színű 16 hengeres gyönyörű Cabrio Cadillac-et. Ez egyik kedvenc autóm a játékban. Ha felbír mászni a hídon ez a fos. Hello, is there anyone home? Dig a régi textúráját adta be. Right here. Hey Tom, congratulations on winning, huh? Oh, you did great. I didn't really think you'd do it at first, huh? But when you got going, I knew how it would end, yeah. Thanks to you, I won a big bag of money. And just so you know I'm not ungrateful, I'll teach you a few tricks. You see that beaut? Well, now I can't give it to you, but I can show you how to lift one and where. Watch how easy it is to get into this baby. There you go. Piece of cake. Okay. I figure I can manage that. There's another one that belongs to a loaded official down at City Hall. During the day, it sits in a car lot behind a municipal building on Central Island. I think I might go and check if it's, parked correctly. When you get tired of that, stop back here. I always have something new. Thanks, Lucas. I'll come by sometime after work. I'll be seeing you. És egyébként minden küldetés ilyen lesz, hogyha megcsinált egy küldet, akkor utána vissza tudsz jönni ide Luca Pertonihez, és akkor mindig ad neked egy újabb kocsit. Az amúgy tök jó volt a játékban, azt nagyon szerettem. És most oda kell menni a Downtown Area. Nézd meg, milyen... Ah! Milyen víz textúrája van a játéknak. Úr, mi? Jaj! Jaj, menjek már nekem baszta. Megáll ez a két villamos, aztán nem lehet menni, várja. Még kerülni őket. Look out! Bluebell Tobacco. Sok itt a modell, nagyon izé, nagyon leesett az FPS. Mindig csak 40%-os kihasználtság a videókártyának, érdekes. Hát ide jöttünk. Hol van ez a fasz? Hol sétafik el? Ott van. Gyere csak! Ó, ért. Ez volt a fegyveres őr, amúgy aki őrzi. No, no.
az a gép annyira tetszik amúgy. És nézzétek meg belülről. Ha beszavasz. Milyen kormány van. Meg a műszerek. Gyönyörű. Mekkora hajó. Még elég elkormányozni amúgy. Annyira vezetnék egyszer egy ilyet. És azért megy is, hát mondjuk 16 henger. Vagy mint a golyó. Geci, hogy pattog a kerék ezeken a köves utakon? Azt mondja, milyen jó fizikájuk volt ezeknek az autóknak. Nézd meg 2002-ben milyen komoly fizikát adtak alá. És tényleg érzed az autó, hogy mekkora. Érzed a méretét, érzed a súlyát. Nagyon komoly. És csak rá, milyen faszakocsit hoztam. És állunk fel a garázs. És meg is vagyunk. So I made a few new friends and got my first luxury car. Didn't seem so bad being a gangster. Ugye? Na, és innen fogjuk folytatni. Better get used to it. Küldetésnél. Itt fogjuk folytatni a történetet. Úgyhogy... Saránál egyébként mi van? Azt nézem, hogy nézd, ha mi van a csaj kezében, egy kibosz a nagy váza, vagy a ló. Ja, nem, az csak ott volt a falon. Ja, jó, mindegy. Na, szóval itt fogjuk befejezni ezt a részt. Úgyhogy így is elég hosszú lett, szerintem egy bő órás felvétel lesz, vagy másfél órás felvétel. És akkor innen fogjuk tovább. A Better Get Used to It, illetve az ezt követő küldetés fogom megcsinálni a következő részben. Úgyhogy köszönöm nektek a figyelmet, köszönöm, hogy velem voltatok. Ha tetszett a videó, akkor csapjatok egy lájkot, aztán meglátjuk. Hogy ezt a modot benne hagyom-e a játékba, vagy nem, azt még nem tudom, mert most egyelőre nem fagyott ki, pedig egy bő órája már itt játszik el, és nem fagyott ki, úgyhogy nem tudom éppen, hogy miért, mikor fagy ki, milyen okból. Na mindegy, de megpróbálok erre is megoldást találni. Úgyhogy ennyi. Arra ennyi, köszönöm a figyelmet, sziasztok!